Előjáróban annyit, hogy én különbséget teszek kétfajta ember között. Az egyik az, aki tudatlan, ebbe mindenki beletartozik, engem beleértve. A tudatlan olyan személy, akinek igen csekély a tudás, a műveltsége, nagyon kevés ismerete van, műveletlen vagy tanulatlan. Vagy olyan személy, akinek nincs értesülése valamiről, vagy nem tud valamiről. Egy lehetséges verzió, ami szerintem a legfontosabb számunkra, olyan személy, akinek valamely területen, tárgy, vagy ismeretkörben, szakmában, vagy tudományákban nincs megfelelő tudása, aki nem ért valamihez, vagy nem tanult meg valamit, vagy pedig járatlan. A wiki szótár az kicsit kegyetlenebből fogalmaz, akinek kevés vagy semmilyen tudása vagy műveltsége nincsen műveletlen. A példamondat pedig ez, sajnos a tudatlan tömegekkel bármit meg lehet tenni. Ezzel szemben az, aki buta, Arkénum.hu szerint az gyenge értelmi képességű, nehéz felfogású, tompa eszű személy, ostoba. Műveletlen, faragatlan, egyszerű észjárású, illetve az életben, valamiben, valamely gyakorlatban járatlan, hozzá nem értő személy. Helytelenül vagy általában helytelenített módon észszerűtlenül viselkedő vagy cselekvő személy, különösen egy gyerek. Másodlagosan az emberi logikával vagy érdekkel ellenkező módon viselkedő, működő, ható állat, ritkán más jelenség vagy dolog vagy ember. Az emberi logika szempontjából bosszantóan, esztelen, értelmetlen, oktalan. Viki Szótár azt mondja, hogy a buta az egy nehéz felfogású személy, akit könnyen irányítanak mások, könnyen befolyásolható, nincs önálló véleménye. A buta ember nem képes önállóan gondolkodni, ítéletet alkotni, így lassan tanul vagy nem képes megtanulni a szükséges tudnivalót. Ez olyan tulajdonság, amikor a személy képtelen arra, hogy figyelmét érdeklődéssel egy jelen időben létező dologra irányítsa, és nem képes irányítani a gondolatait. Az ostoba pedig egy nehéz felfogású személy, akit könnyen megtévesztenek mások, könnyen befolyásolható, és nincs önálló véleménye. Ezért figyelmeztet minket Saul az apostol arra a korintusiakhoz írt második levelében, hogy félek azonban, hogy amikén Nahás vagy a kígyó a maga álnokságával megcsalta Havát vagy Évát, akint a ti gondolataitok is megrontatnak, a másiak iránt való egyenességtől ez az egyenesség, ez egyszerűség, őszinteség, nyíltság, nyílt szívűség, vagy jó szívűség. Szóval vigyázzon mindenki, hogy nehogy Megcsalja, nahás vagy a kígyó? Mind a kettő problémát okoz ezen az úton számunkra, ezért mondja az Hosea, hogy elvész az én népem, mivel hogy tudomány nélkül való ismeret, tudás, megismerés. Tudatlanság miatt vész el a nép. Mivel hogy te megvetetted a tudományt, én is megvetlek téged, hogy az én kohén vagy papom légy, és mivel hogy elfeledkeztél Elohim torájáról, Elfeledkezem én is a te fiaidról. A tudás nélküliség tehát egy hatalmas probléma, a tudatlanság is baj. A tudatlanságnál az ostobaság az sokkal rosszabb. De van valami, ami mind a kettőt fölülmúlja. Az pedig az, amikor az ember elhiszi magáról, hogy ő tudja. Erre figyelmeztet minket Selomo Mésli példabeszére 26-os fejezetben láttál-e oly embert, aki a maga szemei előtt bölcs, mert az ostoba felől jobb reménységed legyen, hogy nem, mint a felől? Ebben a rövid videóban segítséget szeretnék azok számára nyújtani, akik még mindig bizonytalanok az ügyben, hogy az írások az igazságot közlik számunkra. És a reménységem az, hogy néhányan legalább felismerik ezt a tényt. Valószínűleg mindenki találkozott már azzal a jelenséggel, amikor tisztában van valamivel, száz százalékos bizonyossággal, és próbálja ezt a tényt átadni embereknek, vagy egy embernek, azonban elkerüli a siker, mivel a másik meg van győződve arról, hogy tudja, tisztában van azzal, amiről szó van, ezért nem tudja befogadni ezt az információt, illetve tényt. Említettem én ezt sokszor már, hogy a tinédzser az, aki így viselkedik. Tínédzser korban az ember már tud eleget az életről ahhoz, hogy néhány napig képes legyen funkcionálni, ha szükség van rá egymaga, azonban mindannyian tudjuk, hogy valójában fogalma sincs semmiről. Ennek ellenére nagyon nehéz, hanem lehetetlen meggyőzni őket arról, hogy ez így van. Ezt a tényt, amit mi kitapasztaltunk az életünk során, az úgynevezett tudomány is ismeri. A Cornell Egyetem két munkatársa, David Dunning és Justin Krüger után ezt a jelenséget dunning krüger hatásnak nevezték. A Dunning-Kruger hatás az egy értelmi elfogultság. A képzetlen vagy tudatlan ember képzelt felsőbbrendűségben szenved. Hibásan a saját képességét az átlagnál magasabbra értékeli. Ez az elfogultság a képzetlen ember azon értelmi hiányosságából ered, hogy az nem képes felismerni a saját hibáit. Ellentétben ezzel a valós kompetencia vagy képzettség és alkalmasság gyengíti az ember önbizalmát, mivel az az ember, aki kompetens vagy alkalmas, illetve hozzáértő, az tévesen azt feltételezi másokról, hogy nekik hasonló az értelmi képességük, illetve a képzettségük egy-egy területe. David Dunning és Justin Kruger arra a megállapításra jutott, hogy az alkalmatlan vagy hozzá nem értő ember téves helyzet megítélése abból a hibából ered, ahogyan saját magáról vélekedik, míg a magasan képzett és alkalmas egyének elszámítják magukat azért, mert hibásan ítélik meg a többieket. Az alkalmatlan, tudatlan, illetve képzetlen emberek túlbecsülik a saját képesség szintjeiket. Ez mellett nem ismerik fel mások egyéni képességeit. Saját alkalmatlanságuknak a szélsőségeit sem látják azonban idővel képesek felismerni ezt a képességbeli hiányosságukat saját magukban, amennyiben ezt a bizonyos képességet a későbbiekben fejlesztésnek és fejlesztő gyakorlatoknak vetik alá. Dunning odaig merészkedett, hogy a következő analógiát állította fel. Az egyén, aki egy agy trauma vagy agy sérülés következtében valamilyen fizikai rokkantsággal vagy rokkantságokkal küzd, látszólag nem ismeri fel, vagy tagadja ezeknek a létezését, akár olyan drámai esetekben, mint a bénulás vagy a vakság. Mondhatnánk, hogy nagy kaland, az írások erről már beszámoltak évezredekkel ezelőtt. És a Jás azt írja 29 es fejezetben, hogy álmuljatok és bámuljatok, vakítsátok magatokat és megvakultak. Részegek, de nem bortól, és tántorognak, de nem részegítő italtól mert rátok hua a mé álomnak a ruáhját, és bezárt a szemeiteket és a profétákat, fejeiteket, a nézőket vagy látókat befedezte. És lesz minden látás nektek, mint egy bepecsételtetett írás beszédei, melyet odaadnak az írás tudónak, mondván, olvast kérlek és ő szól, nem tudom, mert bepecsételtetett. És ha a tekercset odaadják annak, aki nem tud írást, és azt mondják, olvast kérlek, ő azt mondja, nem tudok írást. Az apostol Saul megismétli ezt a római levélben, mikor azt mondja, hogy Elohim kábultság ruháját adta nekik, szemeket, hogy ne lássanak, füleket, hogy ne halljanak mind mai napig. Sötétüljenek meg az ő szemeik, hogy ne lássanak, és az ő hátukat mindenkor a görbítsd meg. Ezzel nap mint nap találkozik az ember. Dunning és Krüger egy tesz sorozat alkalmával ezt a hipotézist, amit az előbb olvastunk, Pszichológia szakos hallgatóknak előterjesztette és megvizsgálta az önértékelésüket a logikai értelmezés, nyelvtani képességek és humor területén. Miután megkapták a tesztek eredményeit, újra megkérdezték a véleményüket erről. A hozzáértő vagy képzett vagy alkalmas csoport helyesen ítélte meg a saját helyzetét, míg a hozzá nem értő alkalmatlan csoport még mindig túlbecsülte a sajátját. És itt van valami, ami konklúzióként szerintem mindenki jobb, hogyha elraktároz magánál. A négy tanulmány során, melyet végrehajtottak a szerzők, megállapították azt, hogy a résztvevők, akik az alsó negyedében helyezkednek el, teszteredmények alapján a logikai értelmezés, nyelvtan, illetve humor területén, súlyosan túlbecsülik a saját teljesítményüket és képességeiket. Olyannyira, hogy ha az egész populációt száz részre osztjuk, akkor ők a 12-be tartoznának, de ők azt gondolják, hogy a 62-be tartoznak. Ja, és a Mashiach ezt is tanította nekünk, ez Lukasz vagy Lukács 14-es fejezet 10-es vers, mikor meghívnak, menj el és ülj le az utolsó helyre. Hogy mikor eljö az, aki téged meghívott, ezt mondja neked, barátom, ülj feljebb! akkor neked lesz dicsőséged majd azok előtt, akik veled együtt ülnek. Mert sokkal jobb, mint mikor valaki lakodalomba hív, és első helyre ülsz, mert ne talán náladnál nagyobb tiszteletben álló embert is hívott meg az. És eljövén az, aki mind téged, mind azt meghívta, ezt mondja majd neked, engedd ennek a helyet. És akkor szégyennel az utolsó helyre fogsz szülni. Mert mindenki, aki magát felmagasztalja, megaláztatik, és aki magát megalázza, az felmagasztaltatik. Ló ezt úgy fogalmazza meg, Misli példa beszélek 11-es fejezetben, hogy büszkeség jő, akkor gyalázat is jő, és az alázatosoknál pedig bölcsesség, vagyis hachmá van. Szakértelem, ügyesség, jártasság, találékonyság. Azért, mert a bölcs tisztában van azzal, hogy mi az, amit nem tud, és minél többet tud, annál inkább érti, hogy még mennyi mindent nem tud. Ezzel szemben az ostoba nem tudja, amit nem tud, ezért azt hiszi, hogy tudja. Mindemellett, mellett, ahogy azt korábban már olvashattuk, az emberek, akik valóban képesek voltak és alkalmasok, azok alábecsülték a saját kompetenciájukat. Aki egyszerűnek találta a feladatokat, tévesen azt gondolta, hogy mások is egyszerűnek találják majd ezeket. Ezért mondja az Salomo 18-as fejezet 12-es versben, hogy megromlás előtt felfuvalkodik az embernek az elméje, a tisztesség előtt pedig alázatosságban. Valószínűleg ezért van az is, hogy az emberek nem hagyják egymást végig beszélni, és megválaszolják a kérdést még mielőtt az elhangzik. Mert az ostoba azt feltételezi, hogy tudja, hogy mi az, amire válaszolni kell. Erre figyelmeztet Salomo 18-as fejezetben egy verse később, aki felel valamit, míg meg nem hallja, az bolondság és gyalázatos ránézve, az egy ostoba ember. Egyik megdöbbentő dolog követi a másikat ebben a tanulmányban, miután képezték ezeket az alkalmatlan vagy tudatlan embereket, azt tapasztalták, hogy akár csak egy apró, valós, tényleges fejlődés is az adott képességben Hatalmas pozitív változást idéz elő az ügyben, ahogyan az ember megítéli a saját képességeit. Ahogyan tanul az ember rájön arra, hogy mennyi mindent nem tud, így sokkal reálisabban látja a saját helyzetét. És most mindenki koncentráljon nagyon. Ezen tesztekben gyengén teljesítők nem tanulnak a visszajelzésekből, melyek azt javasolják számukra, hogy fejlődniük kell. Se Lomó ezt úgy fogalmazza meg, hogy aki a fedésre is nyakas marad, az egyszer csak összetöretik gyógyíthatatlan. Vagy a tízes fejezetben a nyolcas, a bölcs elmélyű beveszi a parancsolatokat, a bolond ajkú pedig elveszti magát. A bolondnak útja helyes az ő szem előtt, de aki tanácsal él, az bölcs. Vagy minden eszes cselekszik bölcsességgel, a bolond pedig kijelenti az ő bolondságát. A bölcs félvén eltávozik a gonosztól, a bolond pedig dühöngő és elbizakodott. A bolond megutálja az ő atyának tanítását, aki pedig megbecsüli a dorgálást, az igen eszes. Az eszesnek elméje keresi a tudományt, a tudatlanok szája pedig legel bolondságot. Nem illik a bolondnak az ékes beszéd, még kevésbé a tisztességesnek a hazug beszéd. De itt van igazából az, ami összefoglalja az ő eredményüket, úgy értem, hogy a kutatókét foganatosabb a dorgálás az eszesnél, mintha megvernéd a bolondot százszor is. Ezt pedig a végére hagytam még a bolond is, amikor hallgat bölcsnek ítéltetik, mikor ajkait bezárja eszesnek. Aki pedig megtartóztatja beszédét, az tudós ember, és aki higgat lelkű, az értelmes férfi. A gyengén teljesítők nem tanulnak a visszajelzésből, amely azt javasolja nekik, hogy fejlődniük kellene, állapította meg Dunning és Krüger, és háromezer évvel előttük, Selomo. De a világ is felismerte ezt a jelenséget, ezért van az, hogy Dunning és Krüger megemlíti a tanulmányába, hogy Confucius azt mondja, hogy az igazi tudás az az egyén tudatlanságának a tudása. Bertrand Russell, aki mellesleg az új világrend egyik ismert figurája volt, azt mondja, hogy az egyik fájdalmas dolog a mi korunkban az, hogy az ostobák bizonyosságot éreznek magukban, míg azok, akik valamiféle képzelőerővel és értelemmel rendelkeznek, tele vannak kételjel és bizonytalansággal. Charles Darwin állítása pedig mi szerint a tudatlanság gyakrabban okoz önbizalmat, mint a tudás, kivételesen igaznak bizonyul. Shakespeare is írt erről az Ahogy tetszikben, miszerint a bolond azt hiszi, hogy ő bölcs, a bölcs pedig tudja, hogy ő egy bolond. Justin Kruger és David Dunning egy 99. decemberi cikkében így fogalmazott, az emberek számos társas és intellektuális területen Túlzottan is kedvező véleménnyel vannak saját maguk képességeiről. Ezeket az embereket, a többséget, kettős teher is nyomja, nemcsak hogy ezen hiányosságaik miatt téves konklúziókra jutnak és kedvezőtlen döntéseket hoznak, hanem az ő alkalmatlanságuk és tudatlanságuk megfosztja őket attól az értelmi képességtől, hogy ezt felfogják az embernek a bolondsága fordítja el az ő útját, és aztán Jahua ellen haragszik az ő szíve? Illetve hát az eszes meglátja a bajt, és elrejti magát, a bolondok pedig neki mennek, és kárát vallják. Vagy ahogy nagyszerűen 23-as fejezet 9-es versben megfogalmazza, a bolondnak hallására ne szólj, mert megútálja a te beszédednek a bölcsességét. 2003-ban azt írták, hogy a mindennapi élet sikeres navigálása megkívánja az embertől azt, hogy az észrevegye a saját hiányosságait intellektuális és társas képességeiben. Ennek ellenére azonban a legtöbb ember egy áldott tudatlanságban éli le az életét, a saját inkompetenciáját illetően. Megismétlik a konklúziót, amit az előző írásukban az alkalmatlan, inkompetens és tudatlan emberek, hiányosságai megfosztják őket attól a képességtől, hogy helyes válaszokat produkáljanak, és egyidejűleg attól is, hogy felfogják, hogy miért nem képesek ezekre a dolgokra. Az ember nem tudja, amit nem tud. Ha valaki úgy érzi, hogy se lomó példabeszédek köszön vissza, az azért van, mert ez történik. Az emberek többsége saját teljesítményét szubjektíven ítéli meg az alapján, ahogyan ő szerinte teljesíteni képes, nem pedig objektíve az alapján, ahogyan ténylegesen teljesít. Példabeszédek 26.12. szó szerint ezt mondja, láttál le oly embert, aki a maga szemei előtt bölcs? A bolond felől jobb reménységed legyen, hogy nem, mint a felől. 99.8. hóban Justin Krüger ezt írta az emberek többsége a saját képességeit helyezi fókuszba, mikor másokhoz hasonlítja magát, azoknak a képességeit azonban nem elégségesen veszi figyelembe. Mint az ebb megtér a maga okádására, úgy a bolond megkettőzteti az ő bolondságát. Akit érdekel ez a téma, nyugodtan utána nézhet, szerintem megéri részletesen Dunning-Kruger hatás, vagy Dunning-Kruger effect, ez a bejegyzés például britannica.com, ami a Britannica enciklopédiának az online verziója, és ők is nagyszerűen leírják ugyanazt, amit eddig megnéztünk. Az eszes ember, ha vetekedik a bolondal, akár felháborítik, akár nevet, nincsen nyugalom. Hiszen a bolond nem tudja, amit nem tud, ezért nem lehet segíteni rajta mindaddig, amíg meg nem érti azt, hogy van egy rakás dolog, amit nem tud, és ezért nem tudja, hogy mi az, ami van úgy értem, hogy mi a helyzet. A legtöbb ember ebben az áldott tudatlanságban éli le az egész életét azt gondolván, hogy tudja. Ez érvényes a világra és érvényes arra az útra, amit járunk. A világ természetes, hogy félre van vezetve, a tudomány ezt a célt szolgálja. Hazugságot tanít az embereknek, így ők nem tudják a valóságot, tehát nem tudják, hogy mi van, mert nem is tudhatják. Ezért olyan nehéz az élet, mikor az ember a tínédzser gyermekeivel próbál szót érteni. A tudásuk nem csak hogy hiányos, hanem még amit tudnak a legtöbb esetben az is hazugság. Aztán ugye a többség leéli az egész életét, úgyhogy ez a folyamat csak egyre romlik. Az igazság tehát egy fontos dolog. Ha valaki nem tudja az igazságot, a valóságot, akkor azzal nem lehet szót érteni. A definíció szerint ő nem tudja. A probléma azonban igazán akkor kezdődik, mikor az ember megtanul ezt azt az igazságról, és ezt azt az írásokról. Mikor megérti azt, hogy van egy teremtő, és az ő szava az igazság, és nekünk abban kellene járnunk? Ezt annak a szakasznak kellene követni, amikor az ember alázatosan elismeri azt, hogy nagyon sok mindent nem tud még a világról, ezért tanulásra van szüksége. Sok esetben azonban ennek az ellenkezője történik, és az ember elhiszi, hogy ő tudja, hogy mi van. Elfelejtvén azt, hogy nem tudja, amit nem tud. Így lesz a felnőtt olyan, mint egy tinédzser. Én tehát egyetértek azzal, hogy a tudás fontos, sőt, az az, ami eljutatott minket erre a szintre. De ami fontosabb lenne annál mindenki számára az az, hogy megértse a saját hiányosságait, az, hogy nem tudja, amit nem tud, meg nem tud egy csomó mindent, amiről tudja, hogy nem tudja. Ahelyett, hogy abba a hibába esnénk, mint a legtöbb ember, ahogyan Salomo, és ezek az emberek bizonyították az ő tanulmányaikból, hogy túlbecsüljük a saját képességeinket, alábecsüljük másokét, Olyannak kellene lennünk, amiről beszél Salomo példabeszédek első fejezetben, hallja a bölcs, és öregbítse az őt tudását és az értelmes szerezzen érett tanácsokat. Nem elfeledvén azt, hogy a sok beszédben elmaradhatatlan a vétek, aki pedig megtartóztatja ajkait, az értelmes. Hiszen aki szereti a dorgálást, az szereti a tudományt, aki pedig gyűlöli a fenyítéket, az ostoba. Ha valaki esetleg azt gondolná, hogy ez részletkérdés, mivel mi tudjuk az igazságot, jahu a szava az igazság, az írások, majd a ruah és ha elvezet minket minden igazságra, és megérteti velünk azt, hogy mit is kell tennünk, akkor ez részben persze igaz. Csak ne felejtse ki senki a másik komponenst ebből az egészből, az pedig ő maga. A siker elérésében az egyik legfontosabb képessége az embernek a taníthatóság. Aki tanítható, az alázatos, és az mindenre képes, hiszen idővel valóban a ruáh és Jahua meg fogja tanítani az igazságra. Ehhez azonban először el kell jutni arra a fájdalmas felismerésre, hogy az ember nem csak, hogy nem tudja, amit tud, hogy nem tudja, de nem tudja azt sem, amiről nem tudja, hogy nem tudja. Valakinek kérdése van, javaslata vagy hozzászólása, megtalál minket ezeken az elérhetőségeken, és egyben lehetősége van mindenkinek arra, hogy amennyiben hasznosak találja a munkánkat, hozzájáruljon ahhoz, így még több emberhez el tud jutni az információ, és nem csak egy oldalú lesz ez a folyamat. Köszönet, hála és dicsőség Abba Yahuának, halleluja és salom!